Ez a látvány fogadta a lőrinciben élőket, sűrű fekete füst szállt fel az egyik veszélyes hulladékot feldolgozó üzem területéről. Sokan megijedtek a látványtól, a telepre olajfinomításból visszamaradt anyagokat, fekáliát és gyógyszergyártáshoz használt anyagokat is szállítottak már feldolgozni. A város független polgármester jelöltje szerint a tűz nem mindennapos, de már többször is előfordult ehhez hasonló eset. Évente előfordul ez, valamikor többször, hogy biológiai és kémiai folyamatok, reakciókba lépnek egymással ezek az anyagok, és gyakorlatilag gyulladás történik szennyezik a levegőt, és uh, iszonyatos mennyiségű füst jött ma is. 60 is ellátta a füst, itt a környéken meg lehetett fulladni. Maró, savas, uh, fullasztó volt ez a füst. Tehát, uh, és mondom, 60 ig el. 60 innen 8 kilométerre van, és egész új 60 beterítette. A lakók félnek. Azt állítják, rengeteg a megbetegedés a településen. Szerintük veszélyes, ami a telepen folyik. Sőt, ezt többször szóvá is tették, feljelentést is tettek az ügybe. Nagyon sok itt a sejpi medencében a betegek száma, akik különféle daganatos megbetegedésben sajnos szenvednek. Mikor itt ez beindul, érezni a szúrószagú gázt, ott se jó a levegő. Úgyhogy. Igen, én is azt más vagyok, méghozzá elég keményen sprét használok, és hát nem mindegy, hogy az ember mikor megy kisétálni és hova. A telepet üzemeltető cégnek egyszer már szabálytalanságok miatt visszavonták az engedélyét, tavaly pedig a helyiek tüntettek a cég bezárásáért. A tűz után megjelentek a kormányhivatal szakemberei is, azonban nem akartak híradóknak nyilatkozni.